Tiszteltem főpolgármester úr, Mihalik Sándor, Hírtelevízió. Az első kérdésem az lenne, ugye, hogy szerdán döntött a fővárosi közgyűlés, hogy kezdjen, megbiztosított, hogy kezdjen tárgyalásokat a Lánchíd, illetőleg az alagút együttes lezárására, illetve felújítása tekintetében a hiányzó források megszerzéséről, illetőleg a kormánnyal való tárgyalásról. Kapott-e már bármilyen jelzést ebben a tekintetben, hogy van-e az együttes lezárásra, illetőleg felújításra esély, hogy minél kisebb legyen az a közlekedési káosz, amit sokan vizionálnak? Igen, hát szívesen beszélnek káoszról, bár ma vannak olyan gondolkodói körök, akik beleszerettek a káoszba, de azért egy ilyen problémát nem neveznék káosznak, csak a város kicsit elszokott attól, hogy komoly közlekedési felújítások vagy projekteket kelljen végigélnie. Ezek olyan beavatkozások, amiket nem lehet észrevétlenül lebonyolítani. Még az Egyesült Államokban, vagy Japánban, vagy Kínában se képesek ezeket észrevétlenül lebonyolítani. Lehet ezeket jobban vagy kevésbé jól organizálni, ennek nyilván van szerepe, de hogy bizonyos fokú kellemetlenséggel az ilyesmi jár, azt tudomásul kell venni. Két eset lehetséges, vagy nem történnek meg ezek a munkálatok, vagy tudomásul kell venni, hogy bizonyos ideig fennakadásokat és kellemetlenséget okoznak. Soha nem mondtuk azt, hogy semmilyen kellemetlenséggel nem jár. Valamelyik televízióban, most nem akarom eljátszani, nem emlékszem melyikbe, mert tudom melyikbe, csak nem fogom megmondani, elhangzott, hogy hát ők valakit megkérdeztek a kormány köreiből, vagy a környezetéből, hogy a főpolgármester beszélt erről a közgyűlésben, és akkor adnak-e segítséget, és akkor valami olyasmi hangzott el, hogy a kormány hivatalosan nem kapott erre felkérést. Tehát egyfelől szeretném mondani, hogy helyesen nyilatkozott az illető, akár jó, akár nem jó szándékkal tette. Már csak azért is, mert nem tudjuk, ki volt a válaszadó, lehet, hogy nem is igazán volt kompetens arra, hogy választ adjon. De ami ennél fontosabb, én soha nem mondtam azt a közgyűlésbe, hogy hivatalos megkeresés megtörtént. Ha visszaemlékszik rá, ott szokott lenni a közgyűlésben, én azt mondtam, hogy optimisták vagyunk, és pénteken, vagyis ma lesz egy egyeztetés, ami volt is, tehát pontosan az történt, amit mondtam, és annyit tudok egyelőre mondani, hogy biztató támogatást helyeztett kilátásba az a kormánytag, akivel ma erről beszéltem. Én elengedhetetlennek tartom egyébként, hogyha ha itt politikai értelemben is, vagy ami számomra ennél fontosabb, fejlesztési értelemben is a kormány a fővárossal egyetértésben sikert szeretne elérni. És itt az a siker, hogyha budapestiek elégedettek, akkor nem elkerülhető, hogy erre pénzt kapjunk. Hát én nem tekintem ezt szívességnek egyébként, hiszen a kormány ugyanazokból a forrásokból táplálkozik, mint a város, adókból, uniós támogatásokból. Tehát mi nem szívességet kérünk, hanem egy olyan problémát akarunk és készülünk, és hitem szerint fogunk is megoldani, ami egy közös probléma, tehát nem egy szívesség, hogyha erre pénzt kapunk az államtól. Erre nézve ma én egy egyértelmű biztató, támogató megnyilatkozást hallottam. És ha jól értem, vagy én akkor ez alapján azt gondolom, hogy hamarabb is befejeződhet akkor ez a rekonstrukció. Nézze, két okból is ezen voltam. Az egyik ok az egy alapvető műszaki ok. Észszerűbb így organizálni ezeket a munkálatokat. Annak, hogy majdnem szétválasztottuk, annak nem szakmai oka volt, hanem kifejezetten finanszírozási oka, hát fedezetlen kötelezettséget akkor sem vagyok hajlandó vállalni, ha akármilyen szamárságokat mondanak politikai motivációval, de azt sem akartam, hogy megvadítsák a budapestieket, már egészen elképesztő
átfutási időkről hallottam, amik még a szétválasztás esetén is rendkívül túlzóak voltak. Hát ezt többen minden meggyőződés nélkül csak azért kiabálták be az éterbe feltehetőleg, mert pillanatnyilag jó ötletnek látszott. Alapjába véve egy nagy butaság, de ha jövőre úgy kezdjük el ezt a munkát, hogy arról van szó, hogy két ütem, és csak az első ütemet kezdjük el, az egyébként praktikusan, ha egy ütem, akkor se fog mást jelenteni, csak mivel szokatlan lesz még a közlekedés szervezési zavar halmaz, és ráadásul ugye közel lesz egy választás időpontja, ahol aztán mindent elbír a nyomda, festék és az éter, a legnagyobb szamárságokat is. Hát nem láttam szükségesnek, hogy aztán olyan átfutási időkkel ugráljanak föl a hordókra, amik minden értelmet nélkülöznek. Tehát egy ilyen másodlagos cél is volt, én ezt nem tagadom, de a kettő megoldhatósága így egybeesik, és azt hiszem, hogy mindenkinek ez a legjobb, a budapestieknek is, kivéve talán azokat, akik már ugrásra készen álltak, és izomlazítót is használtak, hogy minél könnyebben felugrálhassanak a hordóra. Ha már eredményeket nem tudnak fölmutatni, akkor kiabáljunk butaságokat. Akkor dátumot nem mer megmondani, ha jól értem. Hát befejezési dátumot? Igen. Hát, szerkesztő úr, de tudok mondani. A nettó átfutási idő az körülbelül 3 év lesz. Igen. Egy másik kérdésem lenne, hogy a Római Partligát ügyében, ugye ezen a héten megint megjelentek sajtóhírek, mi az, ami most már tényszerű, mikor kezdődhet el, milyen nyomvonalon, nagyon-nagyon sok vita van megint ezzel kapcsolatban, mi az, ami tényszerű, van-e előrelépés ebben az ügyben? Nincs nagyon sok vita, szerkesztő úr, épp az a dolog lényege, és ez szomorítja el azt a tiltakozó kemény magot, amelyik még mindig vádaskodik és vagdalkozik a Facebookon, habár ezt egyre érthetetlenebbé válik, és a budapestiek többsége a felmérések szerint kezd immun is lenni erre a, hogy szokták mondani az újságírók szívesen, cica harc, de ez már annak sem mondható. Nézze, tegnap volt közgyűlés, vagy tegnap előtt? Tegnap előtt valami lezárult. Nem tudok olyan budapesti projektről, ahol annyi vita és annyi szakvélemény keletkezett és készült volna, mint ez a Csillaghegyi öblözeti árvízvédelmi mű. Mindjárt hadd tegyem hozzá az elején, mert fontos tényező, hogy fölmérettük a budapesti árvízvédelmi létesítmények állapotát. Budapesten annak előtte, hogy mi ezt a felmérést elvégeztettük volna, és nekifogtunk volna a Csillaghegyi öblözet védelmének, 100 éve nem volt gyakorlatilag jelentős árvízvédelmi fejlesztés. Nem csak a Csillaghegyi öblözetet lehetne védeni, hanem ugyanúgy nekifoghattunk volna Újpesten, Angyalföldön, Nagytétényben, a Batthyány tér, Bem tér környékén. Én még a korábbi miniszterelnökségre 3 vagy 4 levelet írtam már, hogy a budapesti árvízvédelmi létesítmények többsége az új mértékadó rendelték módosított mértékadó árvízszint elvárásainak és paramétereinek nem felelt meg, és ez nagyon sok pénzbe kerül. Ez egy mesterségesen gerjesztett, szürreális történet, ez a Csillaghegyi öblözeti történet, és azért mondom, hogy lezárult egy folyamatnak egy fontos eleme, talán az utolsó, de legalábbis az utolsó előtti, lényegében talán az utolsó. És csak zárójelbe jegyzem meg, hogy érdemes azt is megfontolni, ha tetszik, hanem muszáj elmondanom, mert ez még külön szürreális a történetben, hogy ugye 1965 óta meg kellene oldani valamit a Csillaghegyi öblözetben, és senki nem oldotta meg. Most az ellenzéknek az a része, vagy szegmense, amelyik már korábban is itt volt,
nagy látványosan a Nánási út királyok útja nyomvonal mellett szavazott. Miközben 20 perccel azelőtt, hogy felváltottuk volna őket a hatalomba, konkrétan úgy döntöttek, hogy a római parti védmű komplexum fejlesztését a parton képzelik el. Konkrétan a part élen. Ez a határozatuk címe. Az indokolásban azt mondták, hogy azért, egyebek mellett azért, mert így a hullámtér árvízmentesítetté és fejleszthetővé válik, és a hullámtéri ingatlanok felértékelődnek. Most ezek az emberek, akik ezt a határozatot hozták, ezek most hergelik a népet, és annak az ellenkezőjére szavaztak, mint amiről ők egy egyértelmű döntést hoztak alig valamivel előttünk. Szóval tudja, ez az, amit a politikában is nehezen tudok elfogadni, mert ez részint tisztességtelen, részint ostoba, mert nem egy védhető vagy megérvelhető álláspont. Ennél fontosabb. Ez a védmű komplexum 4 elemből fog állni. Pontosabban 5-ből. 1. Barátpatak védelme, 1. Aranyhegyi patak védelme, 1. Pünkösfürdői védmű magasítás, ez ugye 3. Van egy tájépítészeti, tájvédelmi fejlesztési csomag, ezt nevezhetjük a 4. Ez a 4, ez megvalósul. Ezek közül a legnagyobbnak, az Aranyhegyi pataknak a védelme kivitelezői szinten rövid időn belül el fog kezdődni. És ebben teljes konszenzus van. Egyetlen eleve nem volt vagy van ennek a védműnek, a parttal párhuzamos, igaz leghosszabb, bár ne becsüljük le a 2 patakot, mert 2, illetve közel 2, illetve 2,5 kilométer hosszú védműről van szó a patakok esetében is, és főleg az Aranyhegyi patak vagy Aranyhegyi árok, ezt levédjük, akkor a pókutcai vagy római lakótelep egy nagyon komoly védelmet kap. Ez, amit felsoroltam, ez a 4 elem, szerkesztő úr, ez sokkal több annál, mint amennyi 1965 óta összesen történt a Csillaghegyi öblözetbe. Ami ezt a parttal párhuzamos védművet illeti, és az e körül kialakult részben gerjesztett vitákat, ha politikai, létező politikai motivációkat akár félre is tolhatjuk, erre mondom azt, hogy ez egy szürreális történet. Az alapvető probléma, hogy van egy feloldhatatlan érdekellentét a parton élők, dolgozók, sportolók, illetőleg a Nánási út kizárólagosságát reklamáló és minden egyéb ellen tiltakozó kemény mag között, míg az utóbbiak olyan hívószavakat ráolvasásszerűen ismételnek évek óta, hogy csak a királyok útja, Nánási útja nyomvonala az egyetlen üdvözítő, ne tegyék tönkre a római partot, ingatlan Panama és ehhez hasonlók. Addig a partiak olyan levelekkel bombáznak minket, hogy valami őrült nérók itt célul tűzték ki a parton élők, dolgozók és sportolók egzisztenciális és fizikai megsemmisítését, és ehhez a civil idézőjelbe favédőket és ellenzéki pártokat használnak föl. Hát tudja, én tudom befolyásolni a 0% és 2% közti pártokat, annyira szeretnek engem, és hát azokat a jelenleg, vagy az előbb említett szavazókat is, akik a korábbi határozatot hozták, ők is mindig imába foglalják a nevemet, tehát ezeket használjuk mi fel, hogy ne a parton épüljön a védmű. Hát azt hiszem, szerkesztőr, ki kell próbálni, hogy ennek a két egymásnak teljesen ellentmondó igénynek hogy lehet egyidejűleg eleget tenni. Egyetlen olyan szakvélemény, én most nem minősítem, csak besorolom az eseményeket. Egyébként nagy többséggel szavazta meg a közgyűlés ezt az úgynevezett
kerítések nyomvonalán történő változat tovább tervezését, amit nem is mi, az a harmadik kerület nyújtotta be, de ez alapvetően egy civil kezdeményezés volt. Civil kezdeményezés. Nem mi találtuk ki. Emellett döntött a közgyűlés ennek a tovább tervezése mellett olyan kikötéssel, hogy a megvalósításáról a tervek, tehát a tovább tervezés befejezése után és a kisajátítási költségek ismeretében fog dönteni. Olyan szakvélemény nem készült a 7 vagy 8-ból egy sem, amelyik úgy szólt volna, hogy támogatja és javasolja a Királyok útja Nánási úton történő új védműépítést. Tehát, hogy most ezeket a szakvéleményeket nem mi készítettük, szerkesztő szakemberek. A legutóbb összehívott grémium többségi szavazással szintén a kerítések változata mellett döntött, amit hangsúlyozom, nem is mi találtunk ki, hogy ezek után még miről érdemes vitatkozni, mivel a kisebbségi vélemény sem ellenezte, hanem szintén tovább tervezhetőnek minősítette ezt a kerítéses nyomvonalat. Jól lehető gondolkodtak kettős védelembe is, de hát arra még forrása sincs a fővárosnak, hogy két védművet építsen a római parton, mikor 10 más helyen is kell építeni. Tehát én úgy gondolom, hogy érdemben, ha csak ezt a tudós grémiumot is nem fogják mondjuk amatőr alapon, vagy dilettánsnak, vagy gazembernek, vagy a főváros vezetése zsebébe levőnek minősíteni, akkor talán ezt a vitát kevésbé érdemes folytatni. Még vagdalkozni, vádaskodni lehet, ez senkinek nincs tiltva egy demokráciában, de hát el kell olvasni ezeket a szakvéleményeket, meg kell nézni az előzményeket. Az én számomra, ez a személyes véleményem, mindig egy dilemma volt. És ugye itt a parti építményekkel kapcsolatos híreknek a meghamisítása, az biztosan az indulatokat mindig gerjesztette. Számomra egyetlen egy dilemma volt, mert alapjában nekem 21 is páros. Ez a dilemma, ez úgy szólt, ha építenek új védművet, szabad-e ezt úgy megépíteni annak tudatában, hogy a teljes 70 hektár teljes épület állományát, ami egyébként tulajdonképp 1914 óta épül be, ha nem is azonos ütemben, szándékosan kizárják a védelemből. Számomra, és ez személyes, ez az én álláspontom, hogy kinek mi volt a motiváció és miért szavazott, ezt én nem tudom, ha sejtem is, nem az én tisztem elmondani. Tehát ez azért egy olyan dilemma, szerkesztő úr, hogy gondolj el, hogy ezért valakinek kell vállalni a felelősséget, hogy normális hangulatban megkérdezik. Nem egy ilyen felcsigázott, Isten tudja milyen motivációk alapján az egekbe steigerolt hangulatba, hogy ugyan, ha ezek a szakvélemények ilyenek, amilyen, és akkor lehet szakvélemények, a végtelen, lehet 500-at is kérni, mindenki lehet azt mondani, hogy ez még önnekik nem kielégítő, és erre mind lehet ideológiát gyártani, ez is belefér a demokráciába. De hogy ezeknek a véleményeknek, és most főleg a tudós grémium többségének az álláspontja ellenében mi mégis máshol építünk egy új védművet meg, és x milliárd vagy 10 milliárd kár bekövetkezik, azért kivállalja a felelősséget. A tiltakozók és az azokat hetszelők vállalni fogják. Most a továbbtervezés fog folyni, ha befejeződik, megismeri a közgyűlés a kisajátítás költségeit is, mert azok lesznek, mivel kiemelt beruházás a folyamatot nem hátráltatja, de a kártérítések mértékéig évekig lehet mértékéről pereskedni is, akkor fog a testület eldönteni arról, hogy kivitelezés is megtörténjék-e. Most is azt mondom, elvileg elképzelhető, hogy Újpesten épül előbb valami, vagy Angyalföldön akár, de a másik négy elem az már megvalósul Csillaghegyen, Római fürdőn, és a kivitelezése az Aranyhegyinek még az is elképzelhető könnyen, hogy még az idén megkezdődik, de legkésőbb jövő év elején. És az 19 őszig be is fejeződik. Igen, egy utolsó kérdésem lenne a turista elég busz... hosszú volt, de ha már igen, megkérdezte, de...
Igen. El akartam mondani. Rövid válasz ezzel kapcsolatban most. Szerkesztő úr, az atomkutatás eredményét se lehet két mondani. Én tudom, hogy az újságírók szeretik, ha egy mondatba válaszolnak, de azt kell mondjam, hogy vannak témák, amiket igen. lehet úgy összefoglalni, hogy az a híradókészítés szabályának megfeleljen. Igen. Egy utolsó kérdésem lenne a turistabuszokkal kapcsolatban, ugye felmerült, hogy a BKV üzemeltesse ezeket a járműveket, ezt a szolgáltatást, ugye a jelenlegi forma helyett, ugye van egy érvénytelen pályázat, reálisnak látja ezt a forgatókönyvet, van-e arra esély, hogy a BKV átvegye ezt a szolgáltatást? Nézze, ma ezt nem tudom megmondani. Én ebben a folyamatban nem vettem részt, mert szerény affinitásom van ez iránt, a szolgáltatás iránt. Bizonyos vagyok benne, hogyha egyszer nyugdíjba megyek, akkor se akarok hoppon-hoppon buszokat működtetni, de nem érvénytelennek voltak a pályázatok, hanem eredménytelennek. Éppen az volt az én egyetlen és fő problémám, mire ez a dolog eljutott hozzám, hogyha egyszer van egy 3 milliárd forinttal több bevételt eredményező pályázat a főváros számára, meg van egy 3 milliárddal kevesebbet eredményező, ott jó lehet, mindenféle szempontból pontozhatnak, meg pontozhattak, de ha létezik egy ennyivel jobb ajánlat, akkor azt mondjuk nehéz egy íróasztal fiókba tenni, azzal foglalkozni kell. Tehát nem érvénytelenek, hanem eredménytelenek voltak a pályázatok. Ami azt illeti, a BKV pedig magyar cég. Most a kormánynak azt az elképzelését, hogy a magyar cégeket és vállalkozásokat illene jobban helyzetbe hozni, ezt én erősen támogatom. No, de a BKV magyar cég, igaz? Ráadásul dolgozhat alvállalkozókkal is, belátása szerint, tehát ezt akár in-house a BKV képes megoldani, olyan módon, ahogy ezt ő a leggazdaságosabbnak és legüdvözítőbbnek látja, akkor én úgy ítélem meg, hogy teljesül az a cél, amit egyetértéssel támogatni tudunk, hogy magyar cégek, magyar vállalkozók, és feloldódik egy olyan helyzet is, amit se a kormánynak, se a fővárosnak nem lett volna könnyű, meg ajánlatos magyarázni, egy egyértelmű és átlátható helyzet áll elő. Én örülnék, hogyha sikerülne ezt a helyzetet előállítani, hogy egy rosszabb helyzet álljon elő, azt elkerültük közös erővel. És hát akkor visszatérve az eredeti témára, tehát főpolgármester úrtól is megkérdezném, hogy mit szól, vagy mi a véleménye a dízel kitiltási lehetőségekről. Melyikről? A dízel üzemű gépjárművek kitiltásának lehetőségéről, illetve a magas házakat megtiltó jelenleg a parlament előtt fekvő törvényjavaslat budapesti hatásáról. Nézem, mi magyarok régóta olyanok vagyunk, hogy bizonyos problémákkal sokáig egyáltalán nem foglalkozunk, aztán meg elkezdjük egyik napról másikra túldimenzionálni. Több ilyen problémát felvethetnék, de valószínűleg igazak is, de nem szeretnék szelet vetni és vihart aratni, így inkább csak a konkrét kérdésére válaszolok, mert ilyen ez a dízelüzemű járművekkel kapcsolatos kampány is. Ezzel foglalkozni kell. Én egyszer már erről nyilatkoztam, hát azt nyilván nem várhatja senki, és csak a legegyigyűbbek gondolhatják, ön pedig bizonyosan nem tartozik ezek közé, hogy egyik évről a másikra egy ilyen dolgot meg lehet oldani. Hát akiknek eladtak meg, még ma is eladnak dízelüzemű autókat, és drága pénzen kifizetik, akkor fél éves, egy éves, két-három éves autókat már a hónapra nem lehet kivonni a forgalomból, mert abból népfelkelés lenne. Ez ugye világos. Azt gondolom, bár a fene tudja itt elnézve egyes személyi állományokat, hogy ilyen hirtelen lépést talán még nagyhatalmú szocialista kormányok sem mernének meg városvezetések meglépni. Tehát ehhez idő kell. 5 év, 10 év, ezt én nem tudom, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell, mert súlyos környezeti ártalmakhoz
vezet előbb vagy utóbb, ez kétségtelen, erről elkezdődött a gondolkodás. Ez az egyik közös terület a MOL-lal, amiben együtt fogunk gondolkodni. Én is megerősítem, mert nagyon fontos mondat, amit talán mind a ketten használtunk, hogy alapvetően ez egy közös szellemi munkát fog jelenteni. Ez a lényege. Most a konkrét finanszírozási kérdések, ezeknek a lehetősége vagy a realizálása az egy másik dolog, az is fontos persze, de a legalapvetőbben ez egy közös gondolkodást, egy közös útkeresést, megoldásokra való rábólintást és a de facto megkezdését egy folyamatnak vagy egy megoldásnak jelenti. Ez történik a dízelüzemű járművek, mert nem csak személyautók vannak, hát ugye sok busz is, teherautók is, ez egy ennél bonyolultabb probléma. Ahogy én látom a különböző szakma jeleseivel történt konzultáció alapján, ugye én először 5 évre satszoltam, ezt engem kijavítottak, hogy lesz az 10 is, hát valahol a kettő közti tartományt majd a MOL segítségével megpróbáljuk megcélozni. Ami a buszokat illeti, ott ön egy konkrét kérdést tett fel a vezérelnök vezérigazgató úrnak. Hasonlóképpen tudok válaszolni, hogy most nincs arra lehetőség, meg nincs annak meg a feltételrendszere a MOL részéről se, hogy mi akkor hónap után fogunk tudni majd rendelni MOL által biztosított elektromos buszokat, hanem itt elindult valami. Mi is most már vásároltunk kisebb számban elektromos buszokat, ugye itt a bárba közlekednek, ezek nem a legnagyobb sikerrel mutatkoztak be egyébként, emlékeznek rá, hogy voltak ott problémák a megüzemeléseknél, amiket nem akarok elismételni, tényleg megmosolyogtatóak voltak, én is jókat tudok szórakozni az ilyeneken, sőt saját magamon is én ki nem állhatom azon savanyú pofákat, akik saját magukon nem tudnak röhögni, bár hát itt nem saját magunkon kellett volna, de a főváros a buszállományának egy jelentős részét még nem tudta lecserélni. Jövő év végéig ugyan szeretnénk a buszokat majdnem 100%-ba lecserélni, na de hát ez egy kétségtelen előrelépés lesz a 2010-es állapothoz képest, amikor Európa legöregebb és leglerobbantabb tömegközlekedési jármű arzenáját volt szerencsénk megörökölni. Nem kérem, hogy a Népszava ezt írja meg, mert esze ágába sincs, de ettől még így van. De már azokat is cserélni kell, amiket 2010 óta, vagy azoknak egy részét, amiket 2010 óta cseréltünk, hiszen ezek nem kizárólag új járművek voltak, csak annál újabbak, mint amiket kaptuk mondjuk 24 éves buszoknál. És ennek a lehetőségét, az irányait meg akarjuk keresni a MOL-lal együtt, úgy az autóbuszoknál, mint például a teherautóparkok esetében, hogy mégis kik irányába, milyen irányba induljunk el, hol lesz erre leghamarabb potenciális lehetőség, ami még gazdaságos is. Tehát én azt hiszem, vezérigazgató úr, hogy egy ilyen gondolkodást határoztunk meg elkezdeni. Arra ne számítsanak, szerkesztő úr, hogy itt hónap után tömegesen elektromos buszok jelennek majd meg. Annyira nem vagyunk liberális szürke állomány, hogy erre képesek legyünk, de azért fogunk lépkedni. Ja, magasház, ugye? Hát nézze, az a véleményem, hogy ez egy bizonyos személy kapcsán lett ilyen divatos és sláger téma. Ha forgatják a 2009-ben készített tarlós programot, abban sok mindent meg fognak találni. Egyebek mellett egyébként a múzeumi negyedet, a várba zárt, meg a mit is akartam még mondani, magát a várat is, és ugyanúgy meg fogják találni a magasházak problémáját is. Ott benne van, hogy
mely helyeket lehetne kijelölni magasház építések céljából, és hozzá kell tegyem, hogy olyan korábbi fővárosi vezetők, akik sok mindent azért nem oldottak meg a fővárosban, és most nem a főpolgármester úrra gondolok, azok súlyos kritikákkal illetik a jelenlegi kormányt és városvezetést a magasház problémák miatt, de akkoriban is annyi azért történt, hogy egy-két helyet kijelöltek ilyen magasház építés céljára alkalmas területnek. Az egyik ilyen konkrétan emlékszem az Árpád-híd Pesti hídfőjének környezete volt, a másik pedig pont a Csepel-sziget északi végének a környezete. Hát ez arányérzék kérdése, ha nagyon akarom, a Kopaszigát környéke még ebbe besorolható. Lesz persze olyan, aki azt mondja, hogy nem. Nézze, én speciál nem szeretem a toronyházakat, mert tériszonyom van. Mindenkinek megvan az Achillés sarka, egy-kettő nekem is van. Van, aki klausztrofóbiás, van, aki a víztől iszonyodik, van, aki a sebességtől. Nekem speciál tériszonyom van, és én nem rajongok a magas házakért. Mikor kilátóba megyünk, mindig rángatom a feleségemet is vissza, az meg megsértődik, hogy nem gyerek, de a frászt kapom, amikor kilátóba elkezd kinézni. Na, ezt csak azért mondom, mert ugyanakkor az építészek jelesei közül sokan határozottan állítják, hogy a magas házak azért kellenek, mert ezek jelek. Van ám ilyen a világon mindenütt, még sosem beszéltem olyan magyarországi liberális jóakarómmal, aki intenzíven támadta volna New Yorkot, vagy nem tudom is, Shanghai-t, vagy akár Párizst a magasházak miatt. Ott nagyon rendben volt, hát több mindennel ilyenek vagyunk, hogy ott rendben van nekik, itthon meg nincs rendben. Most, ha nem Garancsi úr nevét dobja be valaki a köztudatba ennek kapcsán, akkor nagy valószínűsége senki nem foglalkozott volna vele. Én azt gondolom, hogy ez egy örökös vita témája lehet, hogy most lehet-e magas ház, milyen magas lehet. Számomra az a legfontosabb kérdés, hogy hol lehet. Hogy most a kormány talán kicsit ilyetébe egy ilyen törvényjavaslattal állt elő, ezt én nem kommentálom, nem oponálom, nem feltűnően támogatom, szerintem fővárosi hatáskör lenne alapjába véve. Hát nem tudom, hogy itt ki kivel beszélget, amikor magas házak épülnek. Nekem ezzel a házzal nincs különösebb bajom. Láttam elnök vezérigazgató úrnál is ezt a tervet, amennyiben azt mondjuk, hogy Csepel északi csúcsának a környezetébe beleérthetjük, akkor én ezt a vitát sokkal inkább tartom egy politikai vitának, mint szakmai vitának. Az azonban kétségtelen, hogy Budapesten véglegesen, hát talán túlzás ilyet mondani, de egyszer és mindenkorra ki kéne jelölni azokat a pontokat, ahol szabad, mondjuk műszaki szempontok alapján szabad, és városrendezési, városképi, esztétikai értelemben lehet is magasházakat építeni. Ennek megfelelő szabályokat egyértelműen meg kell hozni, több szempontból kellene egyértelmű szabályokat hozni, például bizonyos kompetenciákat is egyértelműen meg kellene határozni, és akkor ezek a viták véget érnek. Azt mindenképpen hibának tartom, ha egy ilyen vitából politikai vita keletkezik. Nem biztos, hogy sikerrel kérem, de kérem, gondolja végig, hogy ez az egész kopaszigáti magasház, ez nem legalább annyira politikai, mint szakmai vita. Legalább annyira. Londonban is vannak magasházak. Hát ugye megvan határozva egy környezet, ahol például nem lehet olyan magas házat építeni, hogy ne lehessen látni a Szent Pál katedrálisnak a tornyát. Fura szabály, de értelmes szabály, mert akkor nincs az, hogy itt lehet, vagy nem lehet, vagy miért nem lehet, hogy az X, vagy valakik szerint az X építhet, meg az Y nem. Oda lehet menni, ki lehet nézni, vannak a geometriának szabálya, amelyeket papíron is jól lehet demonstrálni, és kiderül, lehet, vagy nem lehet. Értelmes szabály.
Tehát itt egy egyértelmű, én egyébként mondjuk a 65 méter, az nem tudom mit, hogy 65, nem tudom Rózsa maga tudja-e. Ez vannak olyan számok, amiket én nehezen tudok értelmezni, hogy hogy jött ki. Bár mi műszakiak nem szeretjük ezt a hogy jött ki kifejezést, azt szoktuk mondani, hogy a medve jön ki a barlangjából, de hát vannak számított értékek, hogy itt a 65, az Vera milyen számított érték, azt én nem tudom, de az építészek azt mondják, hogy ők se tudják. Én nem vagyok építész, ezért gyorsan ránéztem ilyetten képi építészre, nem tudom a 65, mitől 65, ezt kitalálta ki. Hogy limitálni kell, az lehet, de hát azért ezt illik valamivel alátámasztani. Hát átszámítható 3 méterrel számolva emeleteket, de ennek van logikája. Na jó, ezt hagyjuk. Hát valamiért 65. De szerintem ez egyébként fővárosi kompetencia lenne, mert egy városrendelési kérdés. Köszönöm, szerkesztő úr. Látom, hogy nincs. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Mi köszönjük. Köszönöm a türelmüket, a válaszokat, viszontlátásra.